Az Országos Mentőszolgálat 1948-ban alakult, ennek jogelődje már 1887-től végezte az embermentést hazánkban. Az európai országok közül másodikak vagyunk, akik megszervezték a mentőszolgálatot. Az első lófogatú mentőkocsi 1887. május 10-én indult szolgálatba, ezért mindig májusban emlékeznek nyílt nappal a magyar mentősök. Az OMS fennállása is jubileumi esztendőt él, 70 éve működik. Az Országos Mentőszolgálat Berkeiben működő komáromi mentőállomáson is nyüzsgőn indult a munkanap május 17-én, amikor tágra nyitották kapuikat a kíváncsi szemek előtt. Komáromban is lehetőséget adunk a gyerkőcöknek, felnőtteknek, hogy betekintést nyerjenek a hétköznapjainkba, megismerjék, hogy hogyan telnek a dolgos napjaink, illetve láthassák azt, hogy milyen eszközökkel, felszerelésekkel tudunk segíteni a bajba jutott embereken. Ez utóbbit, hogyha említette, akkor milyen eszközök is állnak most rendelkezésre? Mit láthatnak a gyerekek és hát bárki a lakosság köréből? A gyerekeknek színes programokkal készültünk a korábbi évekhez hasonlóan. Különböző helyszíneken rögzítéseket, újraélesztést lehet gyakorolni, ami a legfontosabb, hogy mindent ki is próbálhatnak, hogy a gyerekeknek az az élmény, hogyha beülhetnek, felrakhatják rájuk a különféle rögzítőeszközeinket, illetve a végén egy mentőautó és kutyás bemutató, mentőmotoros bemutató, ami zárja programsorozatot. A délelőtt során elsősorban az óvodák és iskolák szervezett csoportjait várták. A nyílt nap során a tavaly évvégén a PCE Paragon Kft. Által nyújtott adományként beszerzett mellkas kompressziós eszközt is bemutatták a nagy közönségnek működés közben. Hangsúlyozom, hogy ez a készülék az országban az első ilyen típusú, ami elérhető, úgyhogy ez a komáromi lakosságot fogja szolgálni. Az elmúlt pár hónapban egyébként éles bevetés nagyjából 8 alkalommal volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből 3 alkalom volt, ami sikerült is, tehát sikeres újraélesztéssel zárult. Az eszköz nagy haszna, hogy egy tömeges baleset során önállóan elvégzi az újraélesztést, így részben helyettesíti egy mentős munkáját akkor, amikor arra a legnagyobb szükség mutatkozik. A nyílt napra érkezők szinte mindent kipróbáltak. Felpróbálták az egyes rögzítőeszközöket, megfigyelhették a betegszállítás helyes módját, mentőmotorra is felülhettek, és egy mentőkutyás bemutatóban is részük lehetett. Az egyes állomásokon a mentősök kalauzolták az érdeklődőket. Átérezhetik azt, hogy milyen az, amikor mondjuk egy törött végtag rögzítésre kerül, milyen az, amikor a mentőautóba valaki bekerül. Gyakorlatilag testközelből láthatják azt, hogy mivel foglalkozunk, és bízunk benne, hogy esetleg lesznek közülük olyanok, akik a későbbiekben majd ezt a hivatást válasszák. Ugye a legizgalmasabb pontja a mentőállomáson való látogatásnak mégis a mentőgépjárművek. Ezekből mit tudnak bemutatni? Milyen felszereltséggel működik a komáromi mentőállomás? Ugye ez most már elég hosszú évek óta így van. 3 autónk működik, ebből egy nappalos, illetve 2 24 órás. A 24 órásból egy esetkocsi, ugye, ami mentőtiszt, mentőorvos teljesít szolgálatot. Az elmúlt év az gazdagra sikerült, ha fogalmazhatok így, sikerült az autók átlag életkorát jelentősen lecsökkenteni. Gyakorlatilag elértük azt, hogy csak sárga autók dolgoznak Komáromban, ugye az elmúlt hónapban történt baleset miatt most átmenetileg van egy, ami nem sárga, de a cél az az, hogy az országos trenddel megegyezően folyamatosan tudjunk fejleszteni, illetve autókat cserélni, szolgálatba állítani újakat. A komáromi mentőállomáson egy fiatal, de rendkívül felkészült gárda működik. Jelenleg Berkeikben 26 fő dolgozik, akik folyamatos szakmai képzésen vesznek részt. Kurdi Balázs elmondta, még további 2 főt tudnának alkalmazni. Köszönjük szépen a támogatást mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a mai nap megvalósulhatott. Köszönöm a bajtársnőknek, bajtársoknak, hogy részt vesznek és a szabad napjukon segítenek, oktatnak. A nyílt nap sikeres volt, hiszen több mint 200-an keresték fel a komáromi mentősöket.